Ebben a videóban egy Trianon tudót állítottam össze. Először a kérdéseket ismertetem, majd ezt követően megtudhatod a helyes válaszokat is. Elsőként azt kell megmondanod, hogy mikor volt a trianoni békeszerződés aláírása. 1. 1920. június 4-én. 2. 1920. július 4-én. És az X-tipp pedig így szól, 1920. július 20-án. A második kérdés így szól, melyik háború következménye volt a trianoni békeszerződés? A második világháború, az első világháború, vagy egyik sem? A harmadik kérdés így hangzik. A Nagy Trianon kastély melyik francia városba található? Avignonban, Versailles-ban vagy Párizsban? A negyedik kérdésben arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Nagy Trianon kastély melyik termében írták alá a békeszerződést? A tükörtermében, az ovális irodában vagy a kastélykápolnában? Az ötödik kérdés szövege a következő. Melyik antant nagyhatalom nem írta alá a szerződést? Franciaország, Olaszország vagy az USA? És azt tudod-e, hogy hazánk területének hányad részét csatolták el? A felét, a kétharmad részét vagy a negyed részét? A hetedik kérdésben azt kell megmondanod, hogy hány millió magyar került a határainkon kívülre? 5 millió, 18,1 millió vagy 3,3 millió? És azt vajon tudod-e, hogy a békediktátum hány főbe határozta meg a magyar hadsereg létszámát? 20 ezer, 35 ezer vagy 40 ezer főben? Sopron népszavazással került Magyarországhoz. Milyen címet kapott a város ezért? A leghűségesebb város címet, a hős város címet, a legmagyarabb város címet. A tizedik kérdésben azt kell megmondanod, hogy ki volt az USA elnöke a békepaktum idején. Calvin Coolidge, Theodore Roosevelt, avagy Woodrow Wilson. A tizenegyedik kérdésben pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen színű keretbe jelent meg a szerződés törvénybeiktatása. Fekete keretben, piros-fehér-zöld keretben, vagy pedig keret nélkül, hiszen a törvényeket nem szokták keretezni. A következő kérdés azt kérdezi, hogy melyik országhoz került az őrvidék? Romániához, Csehországhoz, avagy Ausztriához? A 13. kérdés így hangzik. 2010-ben, június 4-ét milyen nappá nyilvánította a parlament? A Nemzeti Összetartozás napjává, Nemzeti Gyász nappá, vagy munkaszüneti nappá? A 13 plusz 1. kérdés. Arra kíváncsi, hogy tudod-e, ki mondta. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene a béke elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, hogy helyese öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék. Nézzük a válaszokat. Simonyi és Emadám Sándor, Orti Miklós, avagy Gróf Apolyi Albert mondta a záróbeszédében. Most nézzük a megoldásokat. A békeszerződés aláírása 1920. június 4-én volt, ezért a helyes válasz az 1-es. A trianoni békeszerződés az első világháború lezártával történt, tehát a 2-es volt a helyes tipp. A Nagy Trianon kastély Versailles-ban található, ismét a 2-es volt a helyes válasz. A Nagy Trianon kastély tükörtermébe írták alá a békeszerződést, a helyes válasz az 1-es. Az antant nagyhatalmak közül egyedül az Amerikai Egyesült Államok nem írta alá a szerződést, ezért a helyes válasz az X. Hazánk területének több mint kétharmad részét elcsatolták. A válasz a 2-es.
Az elcsatolt területeken nem csak magyarok éltek, hanem nemzetiségiek is, így a határon kívülre 3,3 millió magyar került. Ezért a helyes válasz az X. A diktátum 35 ezer főben határozta meg a hadsereg létszámát. Sopron a leghűségesebb város címet kapta, így a válasz az egyes. 1920-ban az USA elnöke Woodrow Wilson volt, ezért a helyes tipp az X. A törvények általában keret nélküliek szoktak lenni, de a trianoni békeszerződés törvénybeiktatása fekete keretbe történt. A válasz így az egyes. Az Őrvidéket Ausztriához csatolták, így a helyes válasz az X. 2010-ben a Magyar Parlament június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, ezért a helyes tipp az egyes. Az idézet gróf Aponyi Albert korának híres szónokának záró beszédében hangzott el. Így a helyes tipp az X. Végezetül szeretném megköszönni a munkádat és az érdeklődésedet. Köszönöm szépen!